Reggel még egy performance-nak indult, így érkeztek az LMP politikusai a parlamenthez. Aztán előkerültek a láncok. Majd lakatolnak magukat a sorompóhoz. Az ellenzéki politikusok így próbálkoztak tiltakozni. Ma a parlament olyan törvényeket készül megszavazni, amik súlyos károkat okoznak ennek az országnak, és amik kivezetik Magyarországot a parlamentáris demokráciák sorából. Vágó Gábort, az LMP politikusát próbálták meg először lebeszélni az akcióra rendőrök, ezután megragadták. Közben az egyes kapunál almát osztogattak a tüntetők között. Az erővágó már itt is előkerült. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök is az egyes kapunál csatlakozott a demonstrálókhoz, majd a rendőrök műveleti vezetőjét kereste. Volt-e bármilyen fajta fizikai incidens? A rendfenntartók és a tüntetők között. Közben elkezdtek felsorakozni a rendőrök. Önök bűncselekményt követnek el, ezért önöket elfogjuk és előállítjuk a Gyorskocsi utcai objektumunkba. Kérem, működjenek együtt a rendőrséggel, ne nehezítsék és ne akadályozzák a rendőri intézkedést. Vágjátok le, gyertek! Ez az! A tüntetők ekkor sem tágítottak, ezért a rendőrök kényszerre vitték el őket. Volt, aki ellenállt. Ezt a demonstrálót végül négyen fogták le, és megbilincselték. A rendőrök a politikusokat sem kímélték. Jávor Benedek, LMP-s politikust is két rendőr kísérte az autóig. A rendőrautót az újságírók teljesen közrefogták, így indultak el a Gyorskocsi utca felé. Yeah.